Sziasztok! Ebben a videóban egy látványos szerkezetet fogok nektek mutatni. Sziasztok! Ebben a videóban egy látványos redstone szerkezetet fogok nektek mutatni. Arról van szó, hogy... Sziasztok, ebben a videóban egy látványos redstone szerkezetet fogok nektek mutatni. Készítettem egy animáció készítő rendszert. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy megcsináljuk a képkockákat és lejátsza nekünk. Hát jó, ez nagyon leegyszerűsített, de mégis erről van szó, azért összerakni egy fokkal bonyolultabb volt. Jó, csináltam pár ilyen mintát vagy próbát, úgyhogy kezdem a bemutatóval. Most nekünk ez a fontos, ez a monitor nevű tojás. Ezzel lehet lerakni, hogy hol látszódjon az animáció, mondjuk itt. Ez egyébként egy láthatatlan armor standet rak le, vagy páncélállványt. És a répás forgászbottal lehet elindítani. És akkor is log a nyuszi. Ott látszódik, hogy ott az animáció, van egy armor stand, vagy páncélállvány, ami körbe-körbe megy, mindig a láda fölé másolja, onnan pedig a monitor másolja magához. Sajnos ezt így lehet megoldani, tehát... Van ugye relatív hivatkozás, hogy hozzám képest hová másolja, de azzal nem lehet entitást kijelölni. Tehát, hogy most itt épp ahol állok, azt a kockát másolja hozzád. Sajnos ilyen nincs. Ilyen átvezető, vagy ilyen összeköttetés az lehet, hogy a egyik páncélállvány fix helyre másolja, arról a fix helyről pedig a másik magához másolja. Vagy entitás, ugye. És akkor így működik. Egyszer csak az egyik mozog, tehát ott látjátok a mellette lévő animációt, az most áll, mindig csak a legközelebbi mozog. Ugyanis ha egyszerre több mozogna, akkor hát a szegény monitor hogyan döntené el? Most lerakhatok egyébként több monitort is, azok mind működnek, de hát összekuszálódna a rendszer. Mindegyik animációhoz külön kéne ugye helyet kijelölni, meg mindegyikhez külön monitor kéne. Hát igen, egy fokkal bonyolultabb lenne a szerkezet. Szerintem jó így, hogy mindig a legközelebbi fusson le. Tehát ahol kell az animációnak lennie, ott a közelben megépítitek. Most ehhez megyek, akkor ugye ez a táblás van, mert ugyanis más blokkokkal is működik, nem csak zászlóval, bár én eredetileg úgy terveztem. Most akkor lerakom ezt. És akkor látszódik. Jó, itt is van még kettő. Itt egy kicsit nagyobb. Itt azt mutatom, vagy itt azon azt lehet látni, hogy nem kötelező ennek a képsornak az alakja sem. Igazából csak az a fontos, hogy körbeérjen, hogy ismétlődjön. Ha nem ér körbe, akkor egyszer lefut, és megáll. Nem megy tovább. Le kell rakni egy kurzort, ez a másik tojás. És el is indult. Itt lerakok közelbe egy monitort. Ez egy ilyen beszélő és pislogó. Kicsit, mintha már kezdene akadni a sok másolástól. Kitörlöm a többi monitort. Csináltam egy ilyen gombot, amivel láthatóvá lehet őket tenni. Nagyon cuki. Oké. Ugye fontos az irány, mert úgy, ahogy van, másolja, de ugyanakkor ezt ki is lehet használni. Például itt, ez egy ilyen forgó ananász lesz. Ez is igen látványos tud lenni. Ugye, mint mondtam, bármilyen blokkal működik, tehát akár fejeket is rakhatnék, és a többi. Azt a blokkot másolja, amin az armor stand áll, tehát itt pont a lépcső fölötti kell. Oda kell rakni a fejet. Jó, ha még egyszer használom a horgászbotot, akkor megáll. Cső, de érdekes helyre ment, vagy csak úgy látszik. Újraindítom, akkor jól van. Ha! Valami Minecraft hiba. Jó, hát... Kezdem azzal, hogy hogyan lehet animációt készíteni. Lépcsőket kell rakni, és abba az irányba kell rakni a lépcsőt, hogy merre menjen tovább. Tehát, hogy most én ezt így rakom, ahogy így van. Most arra felé néztem, ugye, amikor leraktam. Akkor ha itt van a páncélállvány, akkor ide fogja magát teleportálni. Ez most arra néz, megint
ebbe az irányba teleportálódik, tehát ide. Ha azt szeretném, hogy kanyarodjon, akkor ugye így kell leraknom. Így most ugye így ez erre néz, akkor erre megy, ez is erre néz, ide teleportál, ez már erre néz, úgyhogy ide fog teleportálni. És így tovább össze lehet rakni egy ilyen kört, ez most egy ilyen kicsi lett. De lehet bármilyen alakot, tehát itt mutattam, hogy meg lehet ezt még cifrázni. Jó, aztán ugye ezekre kell lerakni a bannert, egy zászlót, most ilyen magentát. Csak így össze-vissza rárakom, ugye a forgásából úgy is látszódni fog, hogy működik a dolog. De akár ugye lehetne mindegyiken másképp. Jó, és akkor még van a kurzor, ezt a lépcsőre kell rakni. Kész. Hát, raktam le pár monitort, na, de azok messze vannak, a közelebbit fogják mutatni, úgyhogy ide is lerakok egyet, és aztán elindítom. Csí, gyönyörű. Jó, ugye a többin is az lett, mert hát egy helyre másolódik, és akkor mindegyiken ugyanaz látszódik, de hát ez nem nagy kaland, tehát mit tudom én, az egyik házban, mondjuk két házban, az egyikben legyen a nyulas, a másikban pedig a koponya, akkor a nyulas a ház alatt van az animáció, a koponyás pedig a másik ház alatt van, akkor ha bemegyek a házba, ugye úgy is lecseréli. És akkor én azt nem fogom látni, hogy közben a másik házban is mondjuk a koponyásan, pedig a nyulasnak kéne ott lennie, tehát ez így szerintem nem probléma. Jó, valahogy a működését, hogyan is, kezdem ezzel a résszel. Ez az oldal itt a tojásokat kezeli. Lefuttatom egy csirkével, amit kurzornak neveztem el, hogy rakjon le egy armor standet, ami szintén kurzor. Ennyi. Aztán pedig halódjon meg a csirke. Jó. Aztán. A másik tojás ugyanez csak monitorral, meg egy plusz annyi, hogy láthatatlan legyen az armor stand. Oké. A tetején. A tetején annyi van, hogyha használom ezt a répás horgászbotot, akkor ugye, hát felvettem ezt kort, ami start. Megmutatom, hogy kell egy ilyet fölvenni. Add. Start. Start pont. Use item pont. Minecraft pont. Shocker. Carroton stick. Tehát konkrétan így néz ki a parancs, ezt így az elején beütöttem. És akkor így lesz egy start nevű szkórunk, ami azt számolja, hogy hányszor használtam a répás horgászbotot. Oké. Okay. Ez a parancs azt csinálja, hogy ha már legalább kétszer használtam, akkor legyen nulla. Mert ez ugyanis az a logikája, hogy ha nulla a répás horgászbot, akkor nem megy az animáció, ha egy, akkor megy. Na most ha még egyszer használom, akkor ugye kettő lesz, ez a parancs lenullázza, azaz nem fog menni. Tehát ennyi. Ez a monitorral. Tehát lefutattam a játékossal, hogyha a start egy, ugye, azaz bekapcsoltam a szerkezetet, hogy a monitor az másolja magához azt, amit a láda fölött talál. Jó. Aztán itt ezen az oldalon az első parancs azt csinálja, hogy ugyanúgy, ha el van indítva a rendszer, tehát a start 1, akkor a kurzor másolja a láda fölé azt, ami ott van nála. Oké. A többi parancs innentől kezdve ugyanaz csak számokban tér el, lefuttatom, én a játékos, aki elindította a rendszert, ugye a start 1, a kurzorral, hogy teleportáljon el, ugye itt jön be a detect, attól függ, hogy milyen lépcső van alatta. Ha a kettes, akkor Z irányban plusz 1, az a C egyenlő 1 ott az a feltétel az, hogy az azt jelenti, hogy csak adja a legközelebbi kurzort másolja. A teleportnál ez a selector így, hogy a legközelebbi entitást, ez azt jelenti, tehát ez a saját maga lesz. A többi, ez a három, ez ugyanaz csak számokban tér el, attól függ, hogy merre áll a lépcső, merre teleportáljon. Mondjuk most belenézek ebbe, tessék, ez a hármas a pont Z irányban mínusz egyel. És így mozog. És ennyi. Itt a láda, amit annyit emlegettem, ebben van a két tojás, beleraktam. Jó. A letöltés a leírásban. Most jól mondtam, igen.
Lehetne ebből egy parancsos szerkezetet csinálni, mert lehetne ebből egy parancsot csinálni, úgy könnyebb lenne bemásolni. Jó, azzal már lusta vagyok szórakozni, de ha megcsinálja valaki és elküldi nekem, akkor kirakom a leírásba, ha esetleg felhasználnátok ezt máshol, mert tényleg próbáltam úgy megcsinálni, hogy máshol is működjön. Ja igen, annyi, hogy ez ugye most úgy működik, hogyha ez a bizonyos start score 1, akkor működjön. Annyit kell csinálni, hogy kitörlitek ezt a szögletes zárójeles részt, tehát hogy a játékos mindig futtassa le, ne csak akkor, ha el van indítva. Tehát mit tudom én, egy kalandpályán ott van ez a szerkezet, akkor ne kelljen már szegény játékosnak úgy kezdeni a kalandpályát, hogy léci, használd a horgászbotot, vagy akár egy parancs, hogy beállítjuk neki a startot egyet, tök fölösleges. Ezt hiszem mindent elmondtam, a kézikönyv óvjon.